Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Prohászka Zoltán professzor urat, aki a mai előadónk. Jó estét kívánok! Talán mindenki számára ismeretes, hogy a napi beszélgetéseinkben is gyakran előfordul az immunológia, immunválasz, gyenge az immunitása, túlreagál az immunrendszere, sőt a bulvár sajtóban is olvashatunk ugye immunerősítő szerekről, amit tanácsolnak széles körben. Hát mi is a immunrendszerünknek a szerepe, erről fog a mai előadónk beszélni. Prohászka professzor úr az egyetemünkön végzett, egész pályája az egyetemünkhöz kötődik, PhD, majd nagy doktor, MTA doktori fokozatot szerzett jelenleg az Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikájának tudományos igazgató helyettese, és egyben a Füstgyörgy Komplement Diagnosztikai Laboratórium vezetője. Széleskörű kutatásokat végez, erre utal közleményeinek magas száma, magas citációja, hivatkozása, 323 közleményről tesz említést az önéletrajzába. Mind a graduális képzésben, medikusok képzésében, szakorvos képzésben és a doktorandusz, a PhD hallgató képzésében aktívan részt vesz, és magának is jelentős tevékenysége, vagy jelenleg két PhD hallgató munkáját irányítja. Számtalan bizottság tagja, vezetője, elnöke, titkára, ezeket nem akarom felsorolni, egy közmegbecsülésnek és tiszteletnek örvendő fiatal professzorunk, akinek munkásságát örömmel kísérjük, és most én már többet nem is beszélek, hanem átadom neki a szót. Parancsolj, Zoli! Hiszen professzor és kedves hallgatók, érdeklődők, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a kedves bevezető szavakat. Azt szeretném kérdezni rövid megerősítésnek, hogy a kép és a hang rendben van-e? Minden működik, és lép a dia. Rendben. Előadásomat azzal szeretném kezdeni, hogy miért is a krumpliról szeretnék egy kicsit beszélni. Az valószínűleg mindenki számára ismert, hogyha szép vetőburgonyát a földbe az ember beás, akkor a szárba szökken, új növényt hoz és jövő évre termést hoz. És semmilyen módon nem veszélyes a krumpli, nem történhet vele nagy baj, de ha egy epret tennénk be a földbe, ugyanabban a körülmények közé nem szökkenne szárba és nem hajtana ki. Míg a vakond is nagyon szépen éldegél a föld alatt, egy mókus ezt már nem tudná megtenni, sorolhatnám a buta és buta példákat. És nyilvánvaló mindenki azonnal tudja erre a fajta kérdésfeltevésre a választ, hogy természetesen úgy alakult ki minden növény, állat és élő szervezet, hogy azokhoz a körülményekhez szokott hozzá, ahol élnie kell, amit tennie kell, ahol növekednie kell. És ez úgy tűnik, mintha ez nem lenne csereszavatos, mintha nagyon is elkülönült kis élő formák, életformák lennének a Földön, föld alatti élet, föld feletti vízi élet, szárazföldi élet, növények, állatok, és így tovább. Ebben az előadásban senkinek nem szeretnék csalódást okozni, nem a betegségekről fogok beszélni, hanem arról a csodáról, amire én is tanulmányaim és az elmúlt évek kutatómunkája során ébredtem rá az olvasmányaimból és a hallott előadásokból, hogy mennyire azonos, mennyire hasonló minden élő szervezet. Mert minden élő szervezetnek van immunválasza, még az egysejtű élő szervezetnek is, mert utalhatnék itt arra, hogy amikor az ősóceánban kialakult, de ezt persze senki nem tudja, hogy ez így volt-e, vagy egyáltalán kialakult-e valaha valami, és ez hogy történhetett, ezek csak spekulációk, de ha eljátszunk a gondolattal, hogy egy nagy szürke vagy sötét ősóceánban találkozott két sejt egymással, akkor rögvest az a kérdés felmerült, hogy te velem vagy ellenem. Mi együtt vagyunk és együttműködünk, vagy te el fogod venni az életteret tőlem, elveszed a táplálékokat, kiszorítasz az élőhelyről, megehetsz, akár el is pusztíthatsz engem, és ebben a pillanatban eljutottunk az immunológia lényegéhez, elkülöníteni és megkülönböztetni az egyik szervezetet a másiktól, már az egysejtű élet szintjén.
És az előadásom lényege, legalábbis az első része az előadásomban arról fog szólni, hogy ha megnézzük az egysejtűtől kezdve a növényeken át, a fejlett szervezetekig, bezárólag az emberrel, hogy milyen alapmechanizmusok vannak a védekezési rendszerben, akkor akár el is táthatjuk a szánkat, és rácsodálkozhatunk, hogy minden szervezet, minden élő szervezet valamilyen módon elhatárolással vagy elhatárolódással, az ellenfél mozgásának a korlátozásával, vagy a belvilág védésével és a belső folyadékok elfolyásának korlátozásával, tehát a mozgás korlátozásával, vagy az ellenfél elpusztításával operál. És azt gondolom, az életnek a csodája, hogy ezek a mechanizmusok majdnem hajszára egyformán működnek minden élő szervezetben. Az előadásom erről fog szólni. Szeretném ennek kicsit az evolúciós hátterét megmutatni, kicsit példákat hozni, hogy ez hogy is néz ki, hogy működik, mi az értelme és lényege növényeknél, alacsony rendűeknél és emlősöknél. Majd az előadás második felében, amikor megérkezünk az ember immunrendszeréhez, szeretnék egy pár példát mutatni, hogy ezt hogy lehet kihasználni. Az emberi gyógyítás, elsősorban az oltások kifejlesztése területén. Tehát kezdjük az alapvető mechanizmusokkal, ami alapján működik egy immunrendszer. Mert igen, a krumplinak is van immunrendszere. Ha valamit értéktelennek tarthatunk, az a krumpli héja. Biztos, hogy mindenki, amikor ezt megpucolja, eldobja, nagyon kevesen főznek ma már divatos zöldség alapleveket belőle, nyilván jól megmossák előtte, mert rajta van, ami a földből érkezik. Még akkor is, hogyha ez egy teljesen tiszta nő mezőgazdasági, nem tudom én, ágyás, de az is lehet, hogy egy szabadföldi terjesztés, azon a krumpli héján biztos, hogy vannak kórokozók, talajlakó kórokozók, gombák és baktérium, talán még más is. Miért nem történik fertőzés a krumplinál? Miért nem rothad meg a krumpli, hogyha az jól van tárolva? Miért rothad meg, ha megsérül vagy vizes lesz? Azért, mert a krumpli héja az immunrendszere. Elhatárolja a külvilágtól, és ameddig az nem sérül meg, a sérülés lehet fizikai vagy más, kémiai, fagyás, addig a pillanatig meg tudja védeni a belvilágot. Ez nagyon érdekes. Elhatárolással és elhatárolódással nem csak a növények védekeznek, úgy, mint itt ez a gubacs, a vadrózsának az ágán, gyerekkoromban azt hittem, hogy ez a termése neki, de nem. Gubacsok majdnem minden növényen előfordulhatnak, bármilyen sérülésre kialakulhatnak, baktérium, gomba, férgek, fonalak, mindenféle még meccésre és kémiai károsításra is azonos mechanizmussal kialakulhatnak gubacsok. Ez a növény elhatárolási mechanizmusa. Bekerült a szövetek közé valami, amit úgymond letokol, elhatárol a maradékától a növénynek. És ezek a gubacsok bizony nagyon változatosak lehetnek, sőt, életformák alakultak ki, amelyek a gubacsokban még külön pluszban beletesznek mondjuk lárvákat, és ott kelnek ki darazsaknak az utódai például. Hogyha fölvágnánk egy ilyen gubacsot, és megnéznénk a szerkezetét, eltártanánk a szánkat, hogy majdnem egészen pontosan olyan szerkezete van, mint egy rovarban, vagy mint az emberben kialakuló, elhatároló kis gümőknek, granulómáknak. Itt két példát hoztam, ez itt az ecetmuslica, aminek a lárvájába, ha jön egy parazita, amit úgy hívunk, hogy parazitoid darázs, és belehelyezi az ő idézőjelbetéve kis tojását, petesejtjét, az ott fejlődésnek indul, akkor ez ellen a lárva védekezni kezd. Egy piciny muslinca lárváról beszélünk, néhány száz vagy ezer sejt összetételű, csúnya szóval mondva, kis pondróról, féregről, amit ha mikroszkóp alá teszünk és felvágunk ezt a pici tojást, amit feketével van jelezve, akkor azt látjuk, hogy van benne egy fejlődő parazita, de egy sejtsorral és egy kémiai reakcióval, amit a ecetmuslicánál melatonizációnak, melanin kialakulásának hívunk, kialakul egy burok körülötte. Hanem mintha egy kis tojást látnánk. Megvédi a lárva önmagát, és 97%-ban el is tudja pusztítani ezt a fejlődő parazitát, 3%-ban túlél. Ha túlél, úgy néz ki a kis muslica, mintha terhes lenne, van benne egy fejlődő parazita. És ezután elpusztul a muslica, és kifejlődik a parazita lárva. De az elhatárolási mechanizmus ugyanaz a növényeknél, a rovaroknál és az embernél. Mert van egy károsodás, ez itt egy tüdő gümőkor szövetből vett granulóma,
aminek a közepén szaporodó TBC baktériumok, mikobaktériumok vannak, és körülötte a szervezet védekezési, gyulladásos sejteket felhalmoz, letokol, és még röntgenen is ez adott esetben ábrázolódhat, és úgy mondjuk a beteg gümőkóros, ilyet ma már hál' Istennek nagyon ritkán látnak a radiológusok, és tudjuk, hogy ezek akár még meg is nyílhatnak, és akkor ez kiürül, ez a belső tartalom, akkor lesz fertőző a TBC-s beteg. Itt a hasonlóságra szerettem volna utalni, hogy az emlősöknél, beleértve az embert is, a rovaroknál és a növényeknél ugyanolyan fajta elhatárolási mechanizmus működik. De mi van, hogyha nagyon gyorsan kell elhatárolni valamit, és korlátozni a mozgást? Nincs idő, hogy sejtek felsorakozzanak, nincs idő, hogy kialakuljon egy kis tok, egy kis kapszula, hanem azonnal kell csinálni, mert mondjuk elfolyna a testnedv. Növényeknél elfolyna a testnedv? Igen, mindjárt mutatok egy példát. Erre megint csak rendkívül hasonló módon az élőszervezetek kaszkád, ilyen eseménylánc reakciókat fejlesztettek ki, hogyha van egy aktivátor, és az aktivátor mindig az, ami károsítja a szervezetet, az aktivál egy első lépcsőt, ami aktívvá válik. Az aktiválja a második lépcsőt, és így tovább, ameddig valamilyen úszó egy molekulából valamilyen polimer molekula keletkezik. Itt példának az atlanti tőrfarkú rák esetét tettem be, ami egy ízelt lábú, és rendkívül érzékeny módon tud a szervezetébe került baktériumok ellen védekezni úgy, hogy a test nedvét megalvasztja egy ilyen reakcióval. Ez az első, legelső, jól ismert példája az alvadási reakciónak. Ugyanez működik az embernél és a növényeknél is. Biztos mindenki látott már a szobájában egy fikuszt, amint megsérült az ága, és először kicsepeg belőle egy kis fehér nedv, utána ez meghegesedik, úgy mondjuk, megszárad, és begyógyul a seb. És egy növényről beszélünk. A reakció biokémiája majdnem hajszára pontosan ugyanaz, mint a véralvadásnál. Amikor az emberi véredények sérülnek meg, nem a növény edényei, és egy ugyanilyen kaszkád reakcióval egyik enzim a másikat aktiválva kialakul valami, ami monomerből polimer lesz, ebben az esetben a fibrinogénből fibrin, itt rózsaszín szárcsákkal jelezve, és ha a vérérnek a sérülése fertőzéssel is jár, akkor ez a háló egyben csapdába ejti baktériumokat, a mozgásukat is korlátozza, és elhatárolja a belső és a külső világot. Egy nagyon naív ábrát is betettem, ez igazából egy rajz, ez nem mikroszkópos felvételen alapul. Azt mutatja, amint egy falósejt, az emberi vér keringésében mozgó falósejt, kibocsájt magából egy hálózatos anyagot, pontosan olyan, mint a római dobóháló, amit akár filmekből is ismerhetünk, vagy a történelem tanulmányokból. Ha a környezetében van egy kórokozó, az csapdába ejti, és itt a rajzoló kék meg lila pöttyökkel megrajzolt enzimeket, meg sejten belüli kis tényezőket, amit a sejt a környezetébe kibocsájt, és ezzel el is pusztítja azt, és itt a rajzon egy koronavírus szerepel, de ez, mondom, ez egy fantázia rajz, ez az életben azért nem pontosan így néz ki, de didaktikus, és el lehet rajta magyarázni, hogy a sejt, a falósejt, hogyha úgy érzi a környezetében túl nagy a veszély, és nem tudja idézőjelbetéve befalni a környezetéből a veszélyes kórokozót, akkor a környezetébe kibocsájtva a beltartalmát is el tudja pusztítani. És itt megint emlősnél, akár embernél vagyunk, és azt látjuk, hogy ugyanazok a mechanizmusok érvényesülnek a fikusznál, a drozofilánál és az embernél is. Hogyan lehetséges ez? Miért van az, hogy szinte minden mechanizmus, ami kialakult az élő szervezeteknél, az az elpusztításnál is arról szól, hogy valamilyen toxikus szabadgyököt, tehát magyarul reaktív oxigén származékokat bocsájt ki a környezetébe egy sejt, vagy valamit, amivel az őt támadó másik sejtet elbontja, vagy határoló membránokat átlyukaszt azért, hogy az ellenfél kipukkadjon, mint egy lufi, vagy olyan anyagokat bocsájt a környezetébe, amivel halálra kényszeríti, apoptózisba hajtja a szomszédos sejteket. Hogy létezhet az, hogy ezek az általános mechanizmusok egy sejt szintjétől, a felismerés kezdetétől, a sokszervű szervezeteken át, növényektől, alacsony rendűeken, egész az emberig megmarad? Úgy egyszerűsíthetnénk le ezt a kérdést, hogy
Mire is válaszol egy védekezési rendszer? Hogy lehet, hogy ez ennyire hasonló? Egyszerűen úgy fogalmazhatnánk meg, hogy egy szervezet, beleértve a növényektől mondom az emberig, felszínére szövetei közé, vagy a keringési rendszerébe jutó anyag váltja ki a védekezési rendszer válaszát, abból azokból, amit az elején említettem. Mert hogyha az az idegen anyag, ami oda kerül vagy bekerül, elpusztíthatja, kiszoríthatja, vagy tönkreteheti a gazdaszervezetet, akkor azt el kell határolni, el kell pusztítani, és korlátozni kell. Hogyha kicsit bemegyünk a részletekbe, és ezen a vonalon szeretnék menni tovább, és megnézzük, hogy igazából nem olyan egyszerű, mint amit itt idézőbe tettem, hogy hát persze az váltja ki a védekezés aktivációját, amit megeszünk, belélegzünk, vagy a bőrünkre kerül, mert mi is az, ami oda kerül? Bármely mikróba. Hogyha a krumplit nem mossuk meg rendesen, akkor a talajban lakó talaj gram-pozitív baktériumok meg gombák meg fogják rothasztani. Egy idő után biztosan, de hogy tud ellenállni hetekig adott esetben? Hogy tud ellenállni akár egy hónapig, mielőtt szárba szökken? Hogy tud ellene védekezni? Nyilván a veszélyesek ellen védekezik csak. Hogy tud különbséget tenni a veszélyes betegséget, vagy rothadást, vagy kárt okozó mikrobák között egy, mondjuk egy növény, vagy egy ecetmuslica? Vagy az számít, hogy idegen legyen? Tényleg meg lehet különíteni növény és növény szintjén azt, hogy idegen vagy nem idegen? Ennél sokkal egyszerűbb, de mégis bonyolultabb erre a válasz. Mert nem egyes gondolkodás, nem egyes tényező, nem egyes kórokozó, amit néz a szervezet, hanem annál, ahogy a következő diákon megmutatom, a helyzet kifinomultabb, életre való. Egyszerűbb, biztosabb, és jól működik több milliárd éve. Hogy ezt jól érzékeltessem, szeretném három dián bemutatni az úgynevezett immunológiai felismerési mechanizmusok evolúcióját. Idézőjelbe tettem az evolúciót, mert ez csak egy ilyen kis történeti áttekintés, mint hogyha egy eseményláncon vagy lépéseken menne keresztül ez a folyamat. Bizonyos részleteiben így van, de mégis azért idézőjelbe tettem. Legelőször azt gondolták az immunológiával foglalkozó kutatók, és itt nagyjából az 1960-as évek közepén vagyunk, majd fogom később mutatni, hogy az ötlet Nobel-díjat ért akkor is, hogy az a lényeg az immunológiai felismerésnél, hogy valami saját vagy nem saját. És például az ember szervezete ezt úgy biztosítja, hogy a fejlődő embrió még anyaméhben, a csecsemőmirigyben az összes előforduló struktúrát, molekulát, építőelemet látja. Kvázi úgy képzelhetjük ezt el, mint hogyha egy könyvtár könyvei lennének az embernek az örökítő anyaga és az összes előforduló molekulája, akkor ezt a könyvtárat egy iratmegsemmisítő gépen ledarálja a timusz, és minden egyes betűt, szót, betűkapcsolatot és mondatot bemutat és memorizál. És amit akkor lát a fejlődő immunrendszer, azt elkönyveli, hogy az volt a saját, az ellen a későbbi életben születés után nem védekezünk. Azt elfogadjuk sajátnak, és úgy hagyjuk. Ez sok mindent megmagyarázott, és nagyon sok kísérletes bizonyíték szólt amellé, hogy valóban így működik az immunrendszer, és az immunrendszer valóban így működik, mert a csecsemőmirigyben tényleg történik antigén bemutatás, és tényleg történik egy ilyen fajta összképnek a memorizálása. De nagyon sok mindent nem magyarázott meg ez a hozzáállás. Nem magyarázta meg például azt, hogy nem saját az a kórokozó, vagy az a környezetben élő baktérium, ami soha nem okoz betegséget, és állandóan itt van a bőrön, vagy állandóan a bélcsatornában él, vagy állandóan ki van neki téve egy szervezet, és mégsem okoz immunválaszt. Nem okoz immunválaszt a magzat, ami félig saját, félig idegen. Tehát nem elegendő az, hogy valami idegen legyen, nem mindig fog immunválaszt kiváltani. Hanem sokkal inkább az számít, hogy az idegen az hogy viselkedik. És Genevei fogalmazta meg a 80-as évek végén a fertőző nem saját elméletet, hogy az immunválasznak igazából az lesz az érdekes, ami hirtelen növekedésnek indul, hirtelen sok lesz belőle, hirtelen elkezdi károsítani a környezetét, mert ezek a fertőző ágensek lesznek, nem elég, hogy idegen legyen, valamit csinálnia is kell, hogy veszélyes legyen. És ide el is jutottunk a dolgok lényegéhez, és ez talán az előadásomnak a lényege, hogy az immunrendszer és a védekezési rendszer válaszát az igazából a veszély váltja ki.
És a veszély az nagyon sokszor kórokozókhoz kötött, de néha mikrobákhoz, amelyek soha nem okoznak betegséget. Nagyon sokszor saját anyaghoz köthető, ami megváltozik. Megváltozik sugárzás miatt, kémiai anyagok miatt, táplálkozási szokások miatt, dohányzás miatt, elhízás miatt. Számos olyan tényező van a városiasodott életünkben, ami a saját fehérjék, saját molekulák megváltozását tudja okozni, és rögtön veszélyessé válhat a saját is. És Pauli Metzinger ezt így foglalta össze, és ez az utolsó ábra ebben a sorban, hogy igazából a veszélyes lesz az, ami az immunválaszt kiváltja, amiben lehet saját, ha az károsodik, lehet nem fertőző idegen, ha az egy toxin, például egy diftéria toxin, és nem lesz veszélyes az, ami velünk él és állandóan csöndben van, mint egy zaj a háttérben, és biztos vagyok benne, hogy most mindenki, ahogy otthon ül a képernyők között, hallgatja az otthoni zajokat, leugrott a macska az ablakból, a kutya ki akar menni, hazajött a gyerek az iskolából, és nem tartja ezeket a zajokat veszélyesnek, és nem is csinál semmit. Pedig akár adott esetben lehetne veszélyes, ha egy állat beugrik a szobába, de tudjuk, hogy ez a mi macskánk, tehát nem veszélyes. Nos, ezt csinálja az immunrendszer, ezt csinálja a védekezési rendszer, hogy folyamatosan monitorozza a környezetet, hogy az, ami jelen van, az veszélyes-e. És amikor tanultam és hallottam ezeket az előadásokat, cikkeket, akkor őszintén megmondom, elcsodálkoztam, hogy hogy létezhet az, hogy az első egysejtű élőlények kialakulásától, ide a papucsállátkát, meg egy amőbát rajzoltam, a növényeken át, az alacsony rendűeken, egészen a gerincesekig. Minden sejt ugyanazt csinálja. És nem csak, hogy ugyanazt csinálja, hanem ugyanolyan molekulákkal csinálja ugyanazt. Nagyjából a lényeget erre az ábrára rajzoltam rá. Vannak sejtfelszíni receptorok, vannak a külvilágról a belső térbe endoszómával bekerülő receptorok és az azt figyelő tényezők, és vannak a citoplazmában levő veszélyt figyelő tényezők. Nagyjából minden sejt így működik a növényben, a muslicában és az emberben is. De mit is néznek ezek? Nézzük akkor meg, hogy igazából mi ez a veszély, amit ők figyelnek. És ez megint csak egy olyan része az előadásomnak, ami arra utal, hogy nagyon csodálatos az élővilág, mert minden élő szervezet ugyanazt csinálja. A veszélyt figyeli, mint mintázatot, hogy az jelen van-e. Ez valami olyasmi, mintha azt néznénk, hogy van-e éghető anyag a hősugárzó mellett. Attól függetlenül, hogy lett-e tűz, vagy volt-e tűz valaha, tudjuk, hogy ez veszélyes lehet. És nem elég, hogy nézi a vele született immunitás ezeket a veszély molekulákat, hanem ezt pontosan szabályozott körülmények között teszi. Hogyha mégis ott a veszély, akkor ne szabaduljon el a pokol, hanem pontosan szabályozott gyulladásos válasz alakuljon ki. Ami nagyon-nagyon fontos jellemzője a vele született immunitásnak, az az, hogy ez minden egyedben és közeli fajokban is azonos. Tehát az egy csoportba tartozó nyárfáknak ugyanolyan molekuláik vannak, és az egyfajta gerinceseknek és más élő szervezeteknek is szinte csereszavatos vele született immunrendszere van. Van egy második ága is a vele született immunitásnak. Ez olyan, mint a füstérzékelő. Ez azt fogja jelezni, hogy ha megtörtént a baj, akkor függetlenül attól, hogy mi gyulladt meg, milyen okból gyulladt meg, hol gyulladt meg, jelzi a bajt. Ez lesz az effektor indukált vele született immunválasz. Ennek a tényezői sejten belüli molekulák lesznek, azt a gyulladást, azt a veszélyt jelzi, amik általában a szervezetet érintik, a szervezet sejtjeit, akkor az a baj már be is következett. Veleszületett immunitásnak ezen az ágán is óriási jellemzője a pontos szabályozottság, és ez is minden egyes egyedben és közeli fajokban teljesen azonos. És az emberben is. Az embernek is van mintázatindukált és effektorindukált természetes immunválasza. Ezért mondom majd az előadás végén, hogy kicsit krumplik vagyunk. Pont ugyanazokkal a mechanizmusokkal és molekulákkal, mint a növények, mi is ugyanolyan módon védekezünk a veszélymintázatok és a veszély következménye ellen. Egyetlen példát szeretnék hozni, azt gondolom nagyon jól ismert lesz mindenkinek, a fűzfa. Ha fölütnénk egy füves könyvet, mint amiből keresnem egy ábrát itt, vagy megkérdeznénk az idősebb felmenőinket, rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket, hogy használtak-e, vagy fűzfa kérekteát valaha,
ami a gyógyszerkönyvben Salicis Cortex néven benne is van. És hogy ezt miért tették, meg tudnák mondani, hogy hát persze lázcsillapításra, meg hogyha valaki nagyon meghűlt, akkor tüneti gyógyszernek ez jó volt. És hogyha megkérdeznénk, hogy tudja-e valaki, hogy mi a hatóanyaga, nyilván nem biztos, hogy erre a gyógyszerészeken kívül más tudna válaszolni. De a növényi tűzriadó, ami a fűzfa kérekben van, az a szalicilsav, és annak az emberi gyógyszerformája az az acetil szalicilsav, az aspirin, amit alacsony dózisban azt gondolom nagyon sokan szednek. Hogy létezik ez? Hogy lehet, hogy a fűzfának a kérgében ugyanaz a molekula van, mint ami emberi gyógyszer? Magyarul hogy lehet, hogy az a gyógyszer célpont, ami emberben bizony hatásos és hatékony, az a fűzfában is megvan, és zárójában hozzáteszem, és ugyanazt csinálja. A szalicilsav gyógyszerhatástani lényege a fűzfában a veszélynek a közlése. Ha valahol bekövetkezett a veszély, azt a növény távoli részén, más ágain is a sejtek vegyék észre. De nem csak azért, hogy észrevegyék, és ők is idéző elvetébe begyulladjanak, hanem azért pont, hogy ne gyulladjanak be. A szalicilsav azt a jelet közvetíti a növény keringésében, ami azt jelenti, hogy itt baj történt, de ura vagyok a helyzetnek. Ha úgy látnád, hogy itt füst van és ég valami, akkor nyugodj meg, mi azt kontroll alatt tartjuk. Gyulladás csökkentő, szabályozó molekula a szalicil a növényben. És ugyanezt csinálja az emberben, gyulladás csökkentő célpontja van, és lényegében a hatásmechanizmusa ugyanaz. Ez csodálatos. És ezen a részen akkor az előadás második felére kanyarodok, mert valami drámai változás történt. Eddig arról beszéltem, hogy mennyire hasonló a krumpli, a fűzfa, a muslince meg az ember, és a továbbiakban arról szeretnék beszélni, hogy mégis miért nem azonos a magasabb rendű élet, az emlősök és a gerincesek immunrendszere a vele született immunitáshoz képest. Mert 400 millió évvel valami nagyon más, valami nagyon új történt. 400 millió év hosszú idő, hogyha az elmúlt hetekben olvastuk a napi sajtót, akkor évfordulós eseményeket láthattunk a magyarországi Bakonyi Dinoszaurusz Park felfedezésének kvázi évfordulóját, amiről tudjuk, hogy Jura és késő triászkori események, dinoszauruszok, a parton talán óriási páfrányok, nyitva termők növekednek. Hát az újkor ehhez képest. 400 millió év sokkal korábban volt. Még ki se alakult az a sziget, amin a Bakony területén később az a folyó folydogált, ami a dinoszaurusz csontvázakat összesodorta. Ez messze a Devon-kornak a hajnala. Földtörténeti kezdetek, amikor az ősóceánon kívül sok minden más ismeretünk nincs a helyzetről, és akkor az első bizonyítékok arról szólnak, hogy akkor elkezdődött egy drámai változás a sokszervű élő szervezetek életében, ugyanis kialakult valami, ami ezen a csodán belül is csodálatos. Ez a porcos halaknak a gerincoszlopa, nevezzük most egyszerűen így, az előgerinchúr és a fejgerinchúr, majd később ennek az elcsontosodott, elporcosodott változata a gerincoszlop. A merev testváz, ami azzal jár, hogy ezeken a merevítő csontokon belül kialakult egy üreg. És ezt az üreget csodálatos módon két dologra fel tudták az élő szervezetek használni. Az egész vérképzést és immunrendszert a csontvelőbe behelyezték a csontokon belülre, és a koponyába behelyezték a szabályozást, az agyat és az idegi szabályozást. És azért két rendkívül fontos dologról van szó, mert az egész szervezet magasrendű működését, beleértve az összes anyagcserét, endokrinológiát, szekréciót, táplálkozást, minden viselkedést, ez a két rendszer szabályoz magas szinten. Elkezdődött egy csoda, egy fejlődés a gerinc és a csontok megjelenésével. Milyen változást okozott ez vajon a védekezési rendszerben? Nagyon sokat, és mégis keveset. Ugyanis minden megmaradt, ami létezett, vagy létezik már a természetes immunitásból, tehát az embernek is, meg a gerinceseknek ugyanúgy fontos és alapvető vele született immunitása van. Adaptív immunitás nélkül majdnem, hogy azt mondom, hogy életképes az ember is, és a gerincesek is, ez természetesen azért nem teljesen igaz. De kialakult valami, amit úgy hívunk, hogy szerzett vagy adaptív immunitás,
ami rendkívül összetett, az összetettségre az adott lehetőséget és okot, hogy a csontvelő, a vérképzés és a másodlagos nyirokszervek kialakulhattak, egy idő után kialakulhatott a szabályozott testhőmérséklet, és az lett a következmény, hogy a szerzett, vagyis adaptív immunitás miatt az az adott szervezet, tehát a gerincesekről van most szó, faj-faj, sőt, egyed és egyed között is különbséget tud tenni. És ami alapvető jellemzője a szerzett immunitásnak, hogy memóriája van. Indukálható és memóriája van. Magyarul egy gyerekkorban átvészelt fertőzés ellen évtizedekig fennmaradó immunitás lehet, és ami nagyon fontos, hogy egy oltással akár immunválasz, és hogyha jó az az oltás, akkor egy hosszú memória immunválasz kiváltható. Olyan ez a szerzett vagy adaptív immunitás, mint hogyha az előző példánál a tűzoltóságról beszélnénk, a legszélesebb fogalommal ideértve. A jogi környezet megalkotásától, az oktatáson át, a rendszerfenntartáson, ellenőrzésen és mindenen keresztül. Tehát egy olyan szabályozott válasz rendszer alakult ki, ami korábban nem létezett, nyilván bonyolult, nyilván nagyon energiaigényes, és nyilvánvaló, hogy nagyon sok sejtet és szervezetet ölel fel, mondjuk egy gerincesen belül, de megéri, mert ezek után faj-faj és egyed között is van különbség, és memória is kialakul. Ez nyilvánvalóan, és itt nem húzom el az időt további részletekkel, maga után vonta a hosszabb élettartam kialakulását, a magasabb működés, és itt nem a társadalma kialakulására gondolok, hanem a táplálékszerzés és az élet földfelszín benépesítésének, majd később az eszközhasználatnak a kialakulását, mind-mind olyan alapjai vannak, ami oda nyúlik vissza, hogy kialakult a csontváz az aggyal a koponyaűrben és a csontvelővel a szivacsos csontokban. Innentől egy picit szeretnék a történeti aspektusokról beszélni, mert hogyha ennyire alapvető és azonos immunológiai mechanizmusok mutatnak, és az alap léteznek, és ez alapvetően azonos logika szerint működik, magyarul mindenféle részterületről megszerzett immunológiai, biológiai, molekuláris biológiai ismeret szintetizálható, akkor vajon ezt ki lehet használni a gyógyászatban? Vajon valaha egy növénybiológus, vagy egy tengerbiológus tud-e segíteni a humán gyógyászatban? Ennek szeretném bemutatni a történetiségét néhány diával, és a végén szeretnék erre a kérdésre igazából választ adni. Ezen a dián az első véletlen megfigyelés erekjéit, vagy dokumentumait mutatom be, amikor Edward Jenner, éles szemű, a környezetére nyitott kutató, megfigyelte, hogy a tehenészetben dolgozó emberek kezén ugyanolyan csomó alakul ki, mint a tehenek tőgyén, elnevezte tehenész csomónak, és azt is megfigyelte, hogy később ezek az emberek nem betegszenek meg himlőben. Hasonlóságot írt le a tehén himlője és az ember himlője között, és felismerte, hogy ezzel védetté tehetők az emberek, és itt az első kisfiú, James Phipps, egy történelmi képen festményen rögzítve, ez az esemény, az első oltás az emberiség történetében, amikor egy tehenész csomóból izolált baktériummal a kisfiú karján immunválaszt generált Jenner, és védetté tette a szervezetet. Később teltek múltak nyilván az évek, évtizedek, vagy még több is. Louis Pasteur, francia orvos, biológus volt a következő ebben a láncban, aki felismerte és kísérletesen igazolta, hogy igen, immunitás indukálható. Az 1800-as évek második felében, harmadik harmadában vagyunk, klasszikus hőskora a bakteriológiának, a mikroszkóp felfedezésének, az első fertőző betegségek leírásának, és ő akkor azt igazolta, hogy immunitás indukálható, és egyik egyedről a másikra átvihető. Tehát olyan szervezet is, ami soha nem látta a kórokozókat, védetté tehető. És ne feledjük el, szándékosan tettem ezt a képet be, ne feledjük el, hogy az 1800-as évek végén a kutatók rendelkezésére gázcsap, üveg, kémcső és idő. Ez a három dolog állt rendelkezésére, no meg a mikroszkóp, amit akkora már nagyon fejlett szintre fejlesztettek az optikusok. Tehát itt igazából olyan
éles szemű megfigyelések kellettek, és olyan jelenségek, amelyek szemmel láthatóak, vagy mikroszkóppal megfigyelhetőek, messze-messze nem a mai kor technológiájánál vagyunk. És az információ elterjesztése is úgymond a hőskor, amikor mi nyomtatott cikkek felolvasásával tájékozottak a kutatók, és már így is elterjedhetett a jó információ. Nyilván máshol is felismerték és átvették ezt a gyakorlatot, és a kor rendkívül fertőző és rendkívül magas halálozással járó betegségei, amelyeket ma gyermekbetegségeknek nevezünk. Ezek voltak az első célpontok, amelyek ellen megpróbáltak az ember számára hasznos immunitást indukálni. Jeles képviselője volt ezeknek a kutatásoknak Emil von Behring, akkori porosz, német kutató, aki előállította az első antitoxint. Ezek a gyermekbetegségek, most itt vegyük példának a torokgyíkot, a diftériát, toxin által okozott betegségek. Egy pici molekula, amit a kórokozó termel, az okoz sejthalált a gazdaszervezetben. Sajnos, hogyha az a gége nyálkahártyáján van, akkor egy ilyen álhártyás gyulladást, ami a beteg fulladásához vezetett annak idején. Ő kimutatta, hogy indukálható antitoxin állatoknak a vérében, ez az antitoxin átadható védetlen szervezetekbe, és bátor volt eléggé lóból és aztán más állatfajokból is szérumot előállítani, ipari körülmények között termelni, itt az állatorvos a ló nyaki vénájából vért vesz, amiből később szérumot izolálnak. Ezt a szérumot forgalomba hozták, megfelelően tartósították, el lehetett szállítani több száz kilométerre, és megint csak mondom, a 20. század hajnalán vagyunk, amikor nem olyan egyértelmű, hogy a GLS futásszolgálattal feladjunk valamit postán, és ez másnap ott legyen egy másik országban. Ez volt az első emberalkotta immunterápia, és az első emberalkotta olyan terápia, amikor valamit megértettek az emberek, a kutatók, és utána céllal, okkal kifejlesztettek egy módszert, amit alkalmazni lehetett, és egy halálos betegségtől védetté tette az embereket. Ez természetesen mérföldkő volt. És a továbbiakban néhány ilyen mérföldkövet szeretnék még az immunológia területéről megemlíteni. Az első fiziológiai orvosi Nobel-díjat Emil von Behring ezért a felfedezéséért kapta. Ez volt egyébként az orvosi Nobel-díjak sorában az első, a legeslegelső. A torokgyik elleni oltás kifejlesztéséért. És ezt annyira fontosnak tartotta a kutató közösség a 20. század hajnalán, hogy Paul Ehrlich, jeles szintén porosz kutató, egy felolvasó estjén, és ide kikopiztam direkt az eredeti munkából, az eredeti angol szöveget, úgy nyilatkozott, hogy Behring felfedezése, azaz, hogy állatok szérumában termeltetni lehet valamit, ami a diftéria és a tetanusz ellen védeni tudja, másik állatokat, és később bebizonyosodott ugye másik embereknek a szervezetét attól a betegségtől, ez olyan jelentős, olyan általános, hogy ő ennek a faktornak, amit akkor még nem ismertek, nevet is adott, és elnevezte egy jelenségnek, ez az antitestek jelenségének. A következő Nobel-díj ebben a sorban őt illette, megosztva Éli Mesnyikov orosz kutatóval, akik az immunológia alapjait rakták le. Paul Ehrlich azért, mert zseniálisan, ez a kép zseniális. Gondoljunk vissza, gázcsap, üveg és mikroszkóp áll a rendelkezésére, de leírja, kigondolja, hogy milyenek lehetnek az antitestek, hogy az sejtek termelik, hogy az antitestek közül néhány a sejt membránján ül, néhányat le tud bocsájtani, ki tud bocsájtani magából az immunsejt. Ma már tudjuk, hogy ez igaz. B-sejteknek nevezzük, B-limfocitáknak azokat a sejteket, amelyek termelik az antitesteket, és tudjuk, hogy a membránjában is van antitest, és ki is bocsájtja magából. Igazolta az idő a felfedezésüket. Ugyanígy Mesnyikov leírta a mikroszkópos képek megtekintésével, hogy falósejtek léteznek, és az immunitás alapja sejtek kontaktusa a veszélyes idegennel. Felfalja, elpusztítja a falósejt ezeket a baktériumokat. Két olyan alap megfigyelés, ami Nobel-díjat érdemelt 1908-ban, és igaz. Ide nagyon röviden, további példák nélkül felsoroltam néhány az antitestekkel kapcsolatos későbbi orvosi Nobel-díjat, tehát a szérumterápiától és az immunológiai felismeréstől és alapmechanizmusoktól, amit említettem, az anafilaxiás, vagyis mellékhatás reakciókig, egyéb
például az AB0 vércsoportrendszer és a vörösvértestek ellen létező szerológiai antitestek felfedezéséért, a kémiai szerkezet leírásáért, az antitestek alkalmazásáért, laboratóriumi diagnosztikában például szteroid hormon meghatározásra, további szabályozással, biotechnológiával kapcsolatos felfedezésekért, hogy lehet antitestet ipari körülmények között előállítani. 1987-ben az úgynevezett ellenanyag diverzitás felfedezéséért, hogy hogyan létezik az, hogy az immunválasz, például az ember immunválasza, de akármelyik gerincest említhetném, amelyiknek adaptív immunitása van, hogyan létezik az, hogy holnap után egy olyan molekula ellen is tud védekezni, amit ma még nem is ismerünk. Ismerős ez a kérdés? SARS-CoV-2, COVID-19. Hogy létezik ez, hogy felkészült? Hogy néhány gén hordoz annyi információt és mechanizmust, amivel bármi ellen lehet védekezni. Nem minden egyes veszély ellen van egy külön védelem, hanem hogy tud összeállni az a fajta kombinatórika, diverzitás, ami alkalmassá teszi ezeket a géneket. Ez egy nagyon jelentős felfedezés volt. Meg lehetett belőle érteni az antitestek kialakulásának és fejlődésének a mechanizmusát. És 2018-ban újra visszajutottunk a kezeléshez a legelejétől, mert akkor volt az első Nobel-díj a szérumterápiával, ami igazából emberi kezelésre szolgáló felfedezést jutalmazott. 2018-ban a Nobel-díj egy olyan immunológiai terápiának szólt, amivel ki lehet kapcsolni olyan szabályozó tényezőket, amelyek a daganatok túlélését segítik elő. Tehát túlélési előnyt lehet elvenni a daganatoktól. Ez ma is klinikai gyakorlatban van, Magyarországon is elérhető gyógyszerekről van szó. És természetesen azért tettem be az orvosi Nobel-díjakat, mert szeretnék az utolsó pár percben a 2023-as örömteli aktualitásról is beszélni. Hogy mégis van-e összefüggés az immunológiai alapjai és Karikó Katalin és Drew Weissman Nobel-díja között? Természetes, hogy van, és nem csak azért, mert oltással kapcsolatos. Nézzük meg, hogy miért. Van-e ennek köze az immunológiai felismeréshez, és ahhoz, hogy egy picit krumplik vagyunk? Igen, természetesen van. És ez a szabad ribonukleinsav, az RNS problémája. Mert az RNS, ha valami létezik a világon, az maga a tökéletes veszély. Ugyanis ha RNS szabadon van, sejtek mellett, sejten kívüli állományban, akkor az vagy kórokozót jelent, mert az összes RNS vírus, meg nagyon sok más kórokozó is RNS használ hírvívő anyagként, örökítő anyagként, vagy az elpusztult sajátot jelenti, mert szabadon került a belső térből, sejtek citoplazmájából az RNS. Vagyis ha valami nagyon veszélyes, akkor az az, és ezt a tűzveszélyt természetesen a vele született immunitás érzékeli, nem is csak, hogy érzékeli, hanem mivel minden élő szervezetnek van ilyen, rendkívül túlbiztosított módon érzékeli. Több rendszer van, többszörösen biztosított molekuláris rendszer van, és láss csodát, ezek a rendszerek növénytől emberig teljesen azonos logika, majdnem azonos molekuláris mechanizmusok szerint működnek. Mindenkinek, a fűzfának, a muslicának és az embernek is van poroltója, amivel a szabadon került RNS ellen próbál védekezni. Ez volt az az ok, vagy ok halmaz, ami miatt nagyon sokáig elvileg is lehetetlennek gondolták a kutatók, hogy RNS-t valaha föl lehet majd használni terápiás célra, valaha a sejten kívüli térben, vagy sejtbe bejuttatott módon túlélhet, jelen lehet, perzisztálhat egy RNS. És ez volt az az ok, amit a kutatás támogatási rendszerek is úgy gondoltak, hogy lehetetlen, és nem adtak erre pénzt, és innen a történetet Karikó Katalin könyvében elolvashatjuk, hogy hányszor kellett állást változtatnia azért, mert nem sikerült meggyőznie a pályáztatókat, hogy erre a kutatásra, az RNS-sel kapcsolatos kutatásra érdemes lenne pénzt adni. Mégis akkor hogy lehet, és hogy sikerült Karikó Katalinnak a szabad RNS-ből krumplit csinálni, idézőjelbe teszem, ha valami ugye veszélytelen, az a jól becsomagolt épp krumplia héjával együtt. Mit kellett ehhez tenni? Be kellett csomagolni az RNS-t, és csökkenteni kellett a veszélyességét. Azt az RNS-t, ami vagy sejthalált jelent, és szabadon úszkál a környezetben, vagy kórokozókból, mint itt a COVID vírus fölrajzolva, SARS-CoV-2 vírus fölrajzolva, az RNS-e, ha bejut a citoplazmába, és azonnal elkezdi írni a vírusnak a fehérjéjét, ha ez a citoplazmában levő RNS
veszélyes, ezt megpróbálja a szervezet elpusztítani, ettől lesz valaki lázas, ettől lesznek az általános tünetei egy vírusfertőzés után. Hogy lehet ezt az RNS-t veszélytelenné tenni, hogy föl lehessen használni egy oltásban? És itt most három dián szeretném Karikó Katalin első három cikkét, élete első három cikkét 1985-ből és 87-ből bemutatni. A szegedi munkacsoport, aki azzal kezdte a kutatásait Karikó Katalin, mint fiatal munkatárs ebben a munkacsoportban, hogy hogy lehet itt nem az RNS-t, hanem a DNS-t, dezoxiribonuklein savat becsomagolni. Hol a krumpli héja? Miből lehet héjat csinálni, burkot csinálni a DNS, később kiderült ugye az RNS köré is, hogy az ne legyen veszélyes, ne váltsa ki az immunválaszt. És elindultak az úgynevezett liposzóma kutatás útján, ma már úgy mondjuk nanopartikulumok, és az oltás kapcsán mindenki találkozhatott ezzel a fajta találmánnyal. A másik két cikket félelem mutatom meg, mert kiolvasni se tudnám a címét. Vajon logikus, hogy a kutatástámogató szervezetek nem adtak pénzt arra, hogy valaki foszfatázrezisztens nukleozid analógokat szintetizáljon, és utána bizonyítsa róla, hogy ez milyen választ vált ki, milyen koncentrációnál? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy erre könnyű pénzt szerezni, vagy nem, vagy nehéz. De az biztos, hogy nem nyilvánvaló, hogy ez miért fontos. És itt szeretnék egy pont pillanatra megállni ennél a pontnál, hogy nem nyilvánvaló egy kutatásnak a haszna. Ezen sokszor megmosolyogtató cikkeket, képeket lát az ember az interneten, hogy vajon miért vannak kutatók, akik ilyesmivel foglalkoznak. Nem azért, mert az elején valaki tudta, biztos volt benne, hogy ez valahova el fog vezetni, hanem azért, mert remélte, mert hit benne, és a munkáját olyan magas színvonalon végezte, hogy ha beválik ez a hit, beválik ez a remény, akkor abban a lehetőségben legyen, abban a helyzetben, pozícióban legyen, hogy hasznosítsa ezt a tudást. Nagyon sok kutató Karikó Katalinhoz hasonlóan végzi a dolgát becsületesen, hűséggel, magas színvonalon, álhatatosan, de nem jut el soha odáig. Nem mutatja meg az élet a kutatásainak a hasznosságát, de nem azért, mert az nem hasznos, hanem mert az az esemény ma még nem állt elő, amikor arra a tudásra szükség van. Az utolsó cikk egy nagyon hasonló cikk, ismerjük a történetet, mikor Szegedről a kutatás támogatás hiánya miatt el kellett mennie, folytatta ezt a kutatást, hogy lehet a nukleozid analógokat úgy kifejleszteni, hogy azokat a külső térben levő enzimek ne tartsák veszélyesnek, ne bontsák le. Tehát hogy lehet becsomagolni, és hogy lehet nem veszélyessé tenni az RNS-t. Szemben azzal, mint a mai általános oltások, ahol az oltás lényege az, hogy legyen eléggé veszélyes az oltás, hogy kiváltson egy általános immunválaszt, sőt, még memóriát is, és így működik, azt mondom, az összes oltás ma kivétel a nanopartikulumba csomagolt COVID-oltás, szemben a módosított RNS alapú lipid nanopartikulumba csomagolt oltásnál, ami úgy van módosítva kémiailag, hogy ne legyen veszélyes, azok a receptorok, amelyek léteznek a fűzfától az emberig, ne lássák, ne tartsák veszélyesnek, sőt, még rejtsük is el, és burkoljuk be úgy, mint egy alap immunológiai elhatározási mechanizmus egy csendes köntösbe, amit senki nem lát veszélyesnek. Viszont cserébe a bejuttatott RNS információ, ebben az esetben a COVID-19-et okozó vírus tüskefehérjéje, az váltsa ki azt az immunválaszt, amire terveztük, de csak pont azt, és pont annyira, mint szeretnénk. Éppen elég, hogy megállítsa a pandémiát. Összefoglalva, amiről ebben az előadásban, az elmúlt percekben beszéltem, az három pont. Csodálatos, hogy a növények, az alacsony rendűek és a gerincesek alap védekezési mechanizmusai mennyire hasonlóak. Ezt azért az emberek sejtették, vagy tudják, de az, hogy ez azonos molekulákon, nagyon hasonló molekula családokon, jelátviteli eseményeken és gyulladásos válaszon alapul, az azért az utóbbi évek kutatása, elsősorban összehasonlító kutatásai tették lehetővé. Tehát amikor a növényi immunológiát összekötötték az emberi immunológiával, és jelentős felfedezésekhez vezettek ezek a kapcsolatok. Tehát ebben az értelemben valóban krumplik vagyunk. Ugyanakkor 400 millió évvel ezelőtt nagyjából történt egy csoda, kialakult a merev testváz, a csont, csontozat, gerinc, gerincvelő, koponya, koponyaűr, és ezzel kialakult egy olyan fajta lehetőség, egy olyan tér,
ahol az őssejtek és az emberi szervezet például tovább tudott fejlődni, bonyolult rendszer jöhetett létre, ezt úgy hívjuk, hogy szerzett vagy adaptív immunválasz, mobilis sejtekkel, a szervezetet behálózó útvonalakkal, másodlagos nyirokszervekkel, és olyan válaszszal, aminek memóriája is lehet, és át is vihető ember és ember között is például. És ez egy nagyon jó példa, azt gondolom, arra, hogy miért van értelme alapkutatással foglalkozni, és új technológiákba pénzt fektetni, abban is, ha ez nem nyilvánvaló adott pillanatban, hogy miért szükséges, hogy ezt megtegyük, mert egyszer csak lehet egy olyan helyzet, ahol előkerül a fiókból az a kutatás, ami nagyon fontos, és úgymond nagy szerencse, hála Istennek valaki már megcsinálta, és nem előről kell kezdeni. És nyilvánvaló nem árulok el titkot, mert ez is szintén már a sajtóból is ismert, hogy az első lipid partikulumba csomagolt oltás nem a COVID-19-el szembeni oltás volt, volt annak már előzménye, de senki nem hitt benne, és senki nem fektetett annyi pénzt és energiát bele, hogy fölfusson úgymond az a fajta technológia, hanem hirtelen kellett egy pandémiának történnie, hogy hirtelen kelljen nagyon sok oltást előállítani, amire a régi technológia nem lett volna képes. Csak ez az új, egyszerű technológia, és megállította a pandémiát. Ezen a ponton én az előadást abba hagyom már, most látom, hogy 16 kérdés érkezett. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ezzel arra szeretnék utalni, hogy ne feledjük, kicsit krumplik vagyunk, de azért van adaptív immunválaszunk, és azt jól ki lehet az oltásokkal használni, hogy megelőzhető betegségeket megelőzzünk. De mielőtt megnézném az üzenőfalat, és elkezdenék a kérdésekre válaszolni, egyet tovább léptetek, és megkérdezem én a tisztelt hallgatóságot, hogy valaki tudja-e, hogy ez a fénykép kit ábrázol, vagy ki készítette, és miért vonult be a fotótörténetbe. Aki tudja, kérem szépen írja le a chat üzenőfalon, ne a kérdések közé, hanem a chat falon, hogy el tudjam olvasni. És közben én elkezdem nézegetni a kérdéseket. Még Prohászka professzor nézi a kérdéseket, én megköszönöm, mert egy hihetetlen világos, csodálatos előadást hallottunk, bizonyítva az élő világ egységét, és egyben egyfajta perspektívát az elemi megfigyelés hogyan visz el a modern kutatáshoz, és hogy születnek a fantasztikus eredmények. No, hát már 20 kérdés van, és akkor visszaadom a szót. Visszamegyek az elejére. Az immunitás kódolva van-e a génekben? Természetesen igen. Minden, amit egy szervezet válaszként mutat, az a génben, a csiravonalban, tehát az örökletes anyagban kódolt gének termékeiből építkezik, de ehhez hozzáadódik a memória is. Tehát ez egy nagyon fontos aspektus a szerzett immunitásnak, hogy nem csak azt csinálja, amit magával hozott, hanem azt is, amit megtanult. És itt most időhiányában nem tudok belemenni, de az édesanyja az újszülöttet is megtanítja arra, amit ő látott, meg az ő nagyanyja, meg az ők anyja. Autoimmun betegségekről, és konkrétan pszoriázisról, autoimmun pajzsmirigygyulladásról, meg ezekkel cöliákiáról kapcsolatos kérdések érkeztek. És hogy ezeket hogyan lehetne meggyógyítani. Az autoimmun betegségek keletkezésére, hogyha így egyszerűen kellene válaszolni, akkor az az alapmechanizmusa, hogy a szabályozó rendszer génjeiben hiba van, tehát ez egy előzetes kitettséget jelent, hogy rosszul történik a szabályozás, de szükséges hozzá, hogy a környezetből származó ingerek is érjék a szervezetet. Ezek az ingerek lehetnek teljesen közönséges fertőző betegségek, amelyek mindenkit érintenek, de nagyon sokszor van az, hogy az úgynevezett megváltozott saját, az a járulékos inger, ami mondjuk egy szövet autoimmunkárosodásához elvezet. Mondok egy példát, a dohányzás által okozott fehérjekárosodás a porcban olyan elváltozásokat okoz, ami egy autoimmun porcot érintő gyulladáshoz, reumatoid artritishez vezethet el például. Tehát itt kérdésben elhangzott, hogy érdemes-e kémiai ágenseket elkerülni és vigyázni arra, hogy ugye ne érje ilyen károsodás a szervezet. Igen, abszolút alapvetően érdemes. Probiotikumról és immunrendszer erősítésről kaptam egy kérdést.
Erre az egyszerű válasz az, hogy igen, érdemes, de a józanész határáig, vagyis addig, amíg az az immunválaszt szolgálja, és nem valamilyen kisiklott immunválaszt generál, vagy gyulladásos rendszer generál. Arra kell ügyelni, hogy a szervezetet védő bőrfelszín, nyálkahártyák egészségesek és épek legyenek. Ez ott kezdődik, hogy helyes táplálkozás, alvás és mozgás, és csak utána érdemes bármi mással foglalkozni, és helyreállítani azt, amit egyébként nagyon nehéz. Itt konkrét kérdések érkeznek, amit nehezen tudok innen megválaszolni. Gyömbérrel kapcsolatos kérdés a legutolsó. Igen, tehát az az érdekes, hogy amit gyógyhatású növénynek ismerünk, azokban a hatóanyagok, azok pontosan úgy működnek, mint ahogy a szalicila fűszfakéregben. Mindegyiknek külön irodalma van, hogy melyik milyen célponttal, milyen mechanizmussal, gyógyszertani mechanizmussal működik. Ezekkel egy nagy probléma van, hogy soha senki nem végzett olyan fajta kutatást és vizsgálatot, amivel igazolni lehetne, hogy ezeknek jelentős hatása van, hanem ezek továbbra is megfigyelésen és leginkább hiten alapuló összefüggések. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem igaz, és hogy bármilyen gyógynövénynek ne lenne olyan hatása, de azt nagyon nehéz igazolni, hogy pontos és nem veszélyes hatása van. Itt főleg a veszélyesség az, ami kérdés. Autoimmunbetegség örökíthető-e? Igen, a szabályozó géneknek a hibája, amit az előbb említettem, hogy milyen gyorsan cseng le egy immunválasz, azoknak vannak közönséges, úgy mondjuk polimorfizmusai, valaki szebben vagy kevésbé szépen énekel, például, de vannak olyan elváltozásai is, hogy valaki nem tud énekelni, de beszélni mondjuk jól tud. Ezek a fajta kitettségek, rizikófaktorok örökíthetők, de mondom még egyszer, ahhoz, hogy valóban ki is alakuljon egy autoimmun betegség, ahhoz még egy hosszú eseményláncnak utána be kell következnie, nem elég a genetikai rizikó. Kaptam egy kérdést, hogy az a bizonyos csomagolóanyag nem tud-e lebomlani, és ha igen, a csupaszon maradt RNS nem lesz-e veszélyes? Ez egy nagyon releváns kérdés. Elvileg az a válasz rá, hogy igen, előfordulhat, és pontosan ez lesz a magyarázat arra, hogy úgy érezzük, hogy oltást kaptunk, fáj, belázasodunk, nehezen mozgatjuk a karunkat, mert akkor takarítja el az immunrendszer egyébként a csomagolóanyaggal együtt az RNS-t, meg azt is, ami abból szabadon került. De felveszik a sejtek, és nagyon minimális eséllyel marad úgymond életben egy RNS a szervezetben, és ha életben is marad és elkerül máshova, semmi más nem fog csinálni, mint például ebben az esetben tüskefehérjét termelni. Kaptam egy kérdést, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy valakinek mellékhatása lépett fel az oltással kapcsolatban, és nagyon helyesen írja, hogy nem is bármilyen oltással szkeptikus, hanem konkrétan ezzel az oltással kapcsolatban szkeptikus. Hogy vagyunk az oltási mellékhatásokkal? Azon a diámon, amin az oltásokról általában beszéltem, szándékosan azokat a szavakat írtam, hogy egy oltás az egy megfelelő veszélyt jelentsen, amivel pont azt az immunválaszt váltja ki, amennyi még már elégséges, de még nem veszélyes. Ez magában hordozza azt, hogy ugye az emberek sokszínűek, egyik-másik szervezet így vagy úgy fog reagálni az oltásokra, magában hordozza ergo azt a veszélyt, hogy lesz szervezet, amelyik semmilyen módon nem válaszol rá, és lesz olyan, aki túlreagál. Ezt nem lehet előzetesen bejósolni, hanem azt lehet mondani, hogy főszabály szerint nagyjából milyen válasz fog, több ezer millió ember vizsgálatával milyen válasz fog kialakulni, és ezeknek az adatoknak az elemzésével azt lehet mondani, hogy általában milyen védettséget fog, és milyen biztonságot fog jelenteni egy oltás. Nem lehet, nem csak az oltásokkal, de semmilyen orvoslásban használt eszközzel, gyógyszerrel vagy oltással kapcsolatban abszolút biztonságról és abszolút hatékonyságról beszélni. Ez egy rendkívül fájdalmas és szomorú helyzet. Én ezt tökéletesen érzem a magam bőrén is,
Mert azok, akiket érint egy túlzó vagy elmaradó reakció, a saját bőrükön fizetik meg azt az árat, amit a többség, a közösség nyer meg azzal, hogy egy oltás forgalomba kerül. Ez egy társadalmi kérdés, ez nem egy immunológiai kérdés. Egy immunológus ezzel annyit tehet, hogy vizsgálja a mellékhatás mechanizmusát, vagy a hatás elmaradásának a mechanizmusát, megpróbálja megérteni, és megpróbálja továbbfejleszteni ebben az esetben a csomagolóanyagot, vagy az RNS-t módosítani, vagy a bármilyen alkatrészét az oltásnak. De én értem a kérdésben, hogy nem erre vonatkozik, hanem hogy ki fizeti meg ezt az árat. Sajnos a betegek fizetik meg. Ez lesz sajnos táptalaja az oltás ellenességnek, mert nyilvánvaló ilyen esetek felnagyítva és hangsúlyt kapva különböző média hordozóanyagokon eluralhatják a helyzetet, de a csendes többség minden esetben az, akinek jól, biztonságosan és hatékonyan működik egy gyógyszer vagy egy oltás. Milyen kérdés jött még? Psoriázisról volt, és a lyukas bél, azt gondolom inkább az a gyulladásos bélbetegség lehet szindrómára. Itt több példa is jött, cöliákiával is volt kérdés. Összefoglalva, ez egyébként három nagyon jó példa. Nagyon jó példa a pikkelysömör pszoriázis, a glutén szenzitív enteropátia, vagyis cöliákia, vagyis lisztérzékenység, és az irritatív vagy bélszindróma, vagy gyulladásos bélbetegségek, ez két külön betegség, ami nagyon-nagyon egytől fakadó, környezeti triggerekre adott nem megfelelő válasz. És itt a környezeti trigger alatt azt kell értenünk, hogy amikor az egyébként nem veszélyesnek gondolt velünk élő bélflóra vagy bőrflóra változik meg, és válik hirtelen veszélyessé, és ezt a veszélyt a velünk született immunitás, az ember vele született immunitása nem csendesnek érzékeli, hanem fellép ellene reakcióval. Az előző példánál maradva, amikor azt mondtam, hogy mindnyájan hallgatjuk a háttérből a zajokat. Amikor a macska leugrik az ablakból, azt tudjuk, mert van macskánk, és tudjuk, hogy mindig leszokott ugrani. De hogyha a macska behívja a kertből a többi macskát, és egyszerre hat macska ugrik le, és fölborítja a padlóvázát, az már veszély lesz. Nagyjából ez történik ezeknél a betegségeknél, hogy kell egy rossz helyre tett padlóváza, egy rizikó, és kell az, hogy az ablakon be tudjon hívni a macska még további macskákat, és ebből alakul ki egy olyasmi, ami miatt akár valaki az előadás mellől feláll, és megnézi, hogy mi is történt a másik szobában. Nagyjából ilyenek ezek a, ma úgy mondjuk, hogy autoinflammációs kórképek. Ezek nem is igazi autoimmunitások, ezek nem az adaptív immunitáson alapulnak, hanem a vele született, emberi vele született immunitás rossz szabályozásán vagy túlműködésén. Vérképzési betegségek, leukémia és immunbetegsége. Abban az értelemben igen, hogy azok a sejtek betegszenek meg, amelyek az immunválaszban is részt vesznek. És emiatt lehetnek járulékos problémák ebből. Például egy antitestet termelő, előbb említettem, B-limfocita részt vesz egy leukémiás vagy limfómás betegségben, akkor lehet sajnos, hogy egyszer csak elkezd kontroll nélkül antitestet termelni, és abból szövődmények vagy más lefolyású betegség lehet. Ilyen értelemben immunbetegség, de abban a klasszikus értelemben, hogy a tényezője, a patogenezisnek a fő tényezője valamilyen immunkomponens lenne, antitest vagy falusejt egyszerűen fogalmazva, olyan értelemben általában nem. Szomorúan látom, hogy a fényképről nem írt senki, hogyha véletlen nem vettem észre a 37 üzenetbe, akkor kérem küldje el még egyszer, hogyha valaki a fényképhez hozzászólt. Azt gondoltam, hogy lesznek itt fotótörténet iránt, sőt, divattörténet iránt érdeklődők. Volt válasz, bocsánat, volt válasz a Munkácsi Márton, strandon futó nő, doktor Mihu László, elnézést kérek, a nevet is automatikusan hirtelen felolvastam, bocsánatot kérek, ezt nem kellett volna. Nagyon örülök, köszönöm szépen, jó válasz. Olyannyira a strandon futó nő, hogy megmutatom a következő diát. Még a nevét is tudni lehet, Lucille Brokaw, akit úgy írtak le annak idején a Harper's Bazaar nevű divatújságban, hogy egy tipikus amerikai lány, aki nem csinált semmi mást, mint az új fürdőruha kollekcióban futott, egy ködös, egyébként fotózásra alkalmatlan napon valahol a tengerparton Long Islanden. És a készítőjét is nagyon helyesen nevezte meg. Köszönöm szépen,
Munkácsi Márton, vagy később nevén Martin Munkácsi, magyar fotóművész. És vajon miért tehettem ezt a képet be? Azért, mert ennek a képnek az apropója az, és most 19 óra 5 perc van, és ha csak a 40 kérdésről hirtelen nem ugrik föl még 20 kérdéssel az előadáshoz kapcsolódó kérdés, akkor még egy 10 percet szívesen beszélnék erről a képről, mert ez számomra nagyon fontos kép. És ott kell kezdeni, hogy ki is volt Munkácsi Márton, Kolozsváron született egyébként újságíró, aki ezzel a képével nem lett híres, mert ez a karrierjének a sokadik évében volt már, de a képével megfordította a divatfotózásnak az irányát. Ugyanis egészen 1933-ig a divatfotók műteremben készültek, még az is, ami vitorláshajón a szelet volt hivatott bemutatni, és senki nem készített fényképet szabadtéren. Ő volt az első, aki akkor egy berlini kiadónak dolgozott, de érdeklődése és a kiadó jósága az Egyesült Államokba vetette 3 hétre, ahol különösebb jogviták miatt nem volt szabad fotóznia úgymond üzleti céllal, és nagyon sok szabad ideje volt. És más fotósokkal, egy szerkesztői csapattal eljutott erre a divat fotózásra, ahol mondom, előbb említettem, alkalmatlan volt a környezet, mert szürke volt az idő, kicsit ködös volt, semmi módon nem attraktív egy jó divat fotózásra. És ő nem tudott angolul, és esetlenül kézzel lábbal elkezdett magyarázni, hogy csináljon valamit ez a modell, aztán megértették, hogy azt akarja, hogy futkorászon. Csodálkoztak nagyon, mert modellek akkoriban nem futkoráztak a tengerparton, és lőtt néhány képet, és amikor ezt a képet meglátták később előhívás után, a következő heti újságcímlapjára került. És ezzel megindult ugye egy olyan fotózási irányzat, amit ma már azt gondolom mindenki teljesen természetesnek vesz, hogy a valósághoz közeli mozgó és a mozgás közben is ezerszer lefényképezett képpel történjenek divat, meg hát nyilván sportfotók és minden mások. De miért mondtam mindezt el? Azért, mert nyilvánvaló, hogy ez nem egy ködös nap alkalmatlan 10 percének a egyszerűen előtt egyszeri képe volt, hogy ő ezt meg tudta csinálni, adott fényviszonyok mellett, adott technikával, és mások nem tudták megcsinálni, és nem jutott eszükbe, hogy ezt meg lehetne csinálni, aznak oka volt. Ugyanis Munkácsi Márton 1910-es évek közepén, amikor Magyarországon dolgozott, és például az Est és más médiumok számára tudósításokat írt fiatalként, fiatal kezdő újságíróként, akkor azt a feladatot kapta, hogy menjen el sporteseményekre is, ugye futball és a különböző megrendezett sport hajnalán vagyunk, és a szerkesztője elkezdte unzolni, hogy nem akarsz fényképezőgépet vinni. Akkoriban voltak már, ma úgy mondanák, mobil kamerák, amit nem csak műteremben lehetett használni, és volt egy zseniális egyéb segédeszköz, amit akkor úgy hívtak, hogy magnéziumlámpa, ma úgy hívnánk, hogy vaku. És ő megtanulta ennek a két dolognak a kezelését, oly módon, hogy sporteseményeken bizonyára órákon keresztül, és elpocsékolva nagyon sok filmet, azt próbálgatta, hogy hogy lehet egy mozgó embert lefényképezni. Nem beállított statikus kép, fényviszonyok, megmérem, beállítom, kiszámolom és ellövöm a képet, hanem spontán. Vajon ki finanszírozta neki azt a rengeteg filmet? Ő kérte? Vagy valaki a jövőben látott és tudta, hogy ez egy jó irány lesz? És itt kapcsolódik össze a dolog a Nobel-díjjal és Karikó Katalinnal. Munkácsi Mártonnak volt nem tudom hány 10 év tapasztalata sportfotózással, ami lehet, hogy ő neki pup volt a hátán, mert ő újságírónak akart menni, és úgymond azért vette csak a kezébe a fényképezőgépet, mert azt mondta neki a szerkesztője, de azonnal megértette, hogy egy kép ezerszer többet mond el egy leírt hasábnál, és ráérzett arra, hogy a sporteseményeket illusztrálni kell. Majd később ezt a tapasztalatot felhasználta a divatfotózásnál, amire pedig a divat szakma csodálkozott rá, hogy hát mennyire szép, amikor lebeg a fürdőlepel, és nem csak lóg az ember háta mögött. És Karikó Katalin is valami hasonlót csinált. Évtizedek munkájával megtanulta, hogy hogy kell csendesíteni, módosítani az RNS-t, hogy kell becsomagolni, hogy ne legyen veszélyes az immunrendszer számára, és ezt akkor tette, ezért tettem be a cikkeket, 1985-ben, amikor semmit nem tudtunk a mintázat felismerésről, az effektor kiváltott immunválaszról, az, hogy az RNS érzékelése a növénytől az emberig azonos,
és hogy ezzel foglalkozni kell, mert ezzel sikert lehet elérni, ezzel terápiát lehet fejleszteni. Ez volt az ő, nem mondom, hogy zsenialitása, bocsánat, hogy most így mondom, mert zseni nyilván a maga módján, hanem az ő álhatatossága. És azt gondolom, hogy a kutatás finanszírozásnak ez a lényege, hogy azt ismerje fel, ha van egy műhely, ahol álhatatosan, folyamatosan, magas színvonalon dolgoznak, akkor ott a kutatóknak legyen békessége és biztonsága arra, hogy adott esetben haszontalannak tűnő kutatással foglalkozzanak, aminek egyszer meg lehet a gyümölcse. Mert ezerszer kell haszontalan kutatást végezni ahhoz, hogy egy valami nagyon fontosat felismerjünk. Ez ugyanolyan ára a kutatás finanszírozásnak, mint amikor egy betegnek mellékhatása lesz egy gyógyszertől, és ő fizeti meg a társadalom hasznosságát, amit a közösség nyer meg. Úgyhogy ez volt a története ennek a képnek. Közben úgy látom, érkezett még néhány kérdés. Valaki azt írja, hogy hasonlít a modell a fiatal karikó Katalinra. Na, ezt majd rábízom Katalinra, hogy nézze meg és döntse el, hogy magára ismer-e ebben. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést. Van esetleg más kérdés? Még talán egy 5 percünk. Van a szokásos 4-1-8-as időszakig. Itt látom, mástól is megjött a megfejtés, hogy ki van a képen. Honnan tudható, hogy milyen típusú influenza elleni oltást kell gyártani? Nagyon releváns a kérdés, november van, megérkeztek a influenza oltóanyagok. Vajon kitalálta azt ki, hogy most az A2, B3, H5, 9N akármilyen típusú influenza oltóanyag van? Ezt nem kitalálták, hanem ezt megmérték. A világon, nem csak Magyarországon, mindenhol működik az úgynevezett epidemiológiai, vagyis járványügyi felügyelet. Ezt sajnos ugye a COVID-dal kapcsolatban nagyon megtanultuk. Ezek folyamatosan monitorozzák a járványokat, ugyanúgy, mint ahogy az immunrendszer monitorozza a szervezetet. Szignálokat gyűjt, hol milyen kórokozó ütötte fel a fejét. A szignálok azok riportok formájában jelennek meg valamilyen hatóság számítógépén, amit világszinten összefésülnek, és bár én nem tudom, mert most nem olvastam el ezzel kapcsolatos irodalmat, már biztos vagyok benne, hogy közzé is tették, hogy ebben a szezonban milyen típusú influenza várható. Ezt általában egész évben gyűjtik, és a folyamatok elemzésével jól kiszámolható és jósolható, hogy majd novemberre a világ melyik részén milyen járvány üti fel a fejét, és nagyon rövid idő alatt a gyógyszergyáraknak le kell gyártania azt a típusú oltást, és ezért számít a technológia, és ezért egyébként hallatlanul fontos ez az új technológia. Megint csak itt a részletekben nem megyek bele az időszűkében, mert ez egy egyszerű technológia. Hetek alatt le lehet gyártani egy új oltást, ezt mondjuk tapasztalatban mindannyian tudjuk, és innen lehet nem is megtudni, hanem kiszámítani, hogy milyen járvány várható. Anonymous kérdezi, hogy Spanyolnáthába sok kisportolt fiatal halt bele, és a Covid-ba is. Hogy lehet ez, eltekintve attól, hogy esetleg későn vették fel a Covid-oltást, és még tegyük hozzá, hogy esetleg későn fordultak orvoshoz. Tehát problémát összefoglalva úgy, hogy ha valaki felelős életet él, és új járvány üti fel a fejét, és időben orvoshoz fordul, és foglalkozik a tünetével, és kifekszi, és stb. 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 Mégis vannak ma is halálos betegségek. Ez amiatt van, hogy az immunrendszer sem tökéletes, és az orvoslás sem tökéletes. Nem is lehet az, mert nem is lehet célja egy ilyen komplex rendszernek. Ez sajnos a hiba a rendszerben. És itt megint az idő miatt nem mehetek bele, hogy a hiba a rendszerbe kódolva van, a csíravonalban kódolt gének, az antitestek diverzitásában, az immunsejtek kialakulásában, mert ha ez nem így lenne, akkor most egyszerűen fogalmazva, az élő anyag, az örökítő anyag képtelen lenne a hiba korrigálására. Magyarul mindig van hibás valami, arra az esetre, hogyha a fősodor, az általánosan jelenlevő elpusztul. Ez egy evolúciós alaptörvény, és sajnos ennek az ára az, hogy fiatal szervezet is adott esetben lehet, hogy képtelen védekezni, például egy fertőző betegséggel szemben.
Allergia esetén mi a jobb, az immunrendszer elcsendesítése, vagy az allergénhez való hozzászoktatás? Ez mind a kettő a mai terápiás gyakorlatban benne van, és igazából ez egy folyamat, amit a kérdező maga is leírt, mert nagyon sokszor enyhe formában keletkezik az allergia, vagy jelenik meg, és jól csendesíthető az allergiás válasz csendesítésével, magyarul antihisztamin szemcseppekkel, orrcseppekkel és tüneti szerekkel, de ha ez folyamatosan fennáll, szétterjed, egyre többet, több szervet érint, akkor érdemes az immunterápián elgondolkodni, és erre bizonyos esetekben, nem minden esetben, ma már nagyon hatékony eljárások vannak, és igen, ki lehet kapcsolni az allergiás választ. Sajnos még ez nem ért a végéhez, ez a kutatási irány. Amikor több allergia van egyszerre, akkor azt ma még nem tudja kezelni a lecsendesítési terápiás válasz, és nyilvánvaló azokat részesítették a fejlesztők előnyben, ahol halálos mellékhatása lehet az allergiáknak, például darázscsípés allergia, tehát a magyarul legtöbbeket érintő közönséges, például pollenallergiákra még már nem minden esetben van megoldás. Nagyon szépen köszönöm, kaptam egy dicséretet, hogy nehéz kérdést feltenni, mert elgondolkodásra sarkaltam hallgatót, ez volt a célom. Én nem próbáltam front anyagot átadni és megmagyarázni, hogy mi hogy működik, mert azt gondoltam, hogy a gondolkodás és a folyamatok elejétől végéig való átbeszélése az célra vezetőbb lesz. Örülök, hogyha ez célba ért. Azt hiszem, eltelt az időnk, nagy professzor. Én nagyon szépen köszönöm. Egy nagyszerű estét töltöttünk veled, és azt hiszem, hogy így, ahogy kiderültek a hozzá szólásokból és kommentekből, valóban itt egy olyan általános biológiai jelenség közelébe jutottunk, aminek a megértése az aktuális problémák megközelítését is segíti, és ez mindannyiunknak jó. Orvosnak, betegnek egyaránt értsük, hogy miről van szó. Az egész vállalkozásunk, az egész Senior Akadémiánk is ezért van, hiszen az orvos és a beteg valamelyest talál egy közös tudásbázist, akkor az orvosnak is és a betegnek is könnyebb a dolga. Egy közös platformon könnyebb a gyógykezelés. Még egyszer nagyon köszönöm. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Professzor úrnak, és akkor mindenkinek jó éjszakát kívánok. Jövő héten találkozunk ismét hétfőn. Viszontlátásra. Minden jót, viszontlátásra.